A biztonságos kerékpározást és a helyes bicikli használatot népszerűsítik hétvégén több erdélyi településen is. A programban résztvevő városokban a biciklis felvonulás mellett oktatási tevékenységeket is szerveznek. Székelyudvarhelyen pénteken délután került sor a biciklis felvonulásra, melyet a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány szervezett. Azért fontos, hogy mi is, és aki nem bringázik, az is lássa, hogy milyen sokan vagyunk bringások, illetve hogy együtt fel tudjuk fedezni a közös bringázás örömét. Marosvásárhelyen április 16-ára, szombatra időzítették az eseményt. Fél hatkor a gyerekeket várják, hiszen a helyes biciklioktatást már kiskorban el kell kezdeni. A felnőttek felvonulására később kerül sor. Mindenhol kicsit más üzenete van. Vásárhelyen azt az üzenetet választottak, hogy légy látható a forgalomban, és ezért egy esti felvonulást terveztünk. Az előző évekhez képest kicsit később fogunk indulni, 19 óra 15 perckor és 8 órakor fogjuk befejezni. Gál Sándor azt is elmondta, a Velo Akadémia tevékenységei is folytatódnak. Jövő héten mindkét városban, valamint Csíkszeredában is sor kerül oktatóprogramokra. Utóbbi városban április 22-én a Földnapja alkalmából szervezik meg a biciklis felvonulást.